1945. január 18-án a német hadsereg felrobbantotta az Erzsébet hidat. Ugyanezen a napon a Vörös hadsereg felszabadította a pesti nagygettót. 1944-ben a pesti gettóban lévő 4513 lakásban körülbelül 70 ezer budapesti zsidót zsúfoltak össze. A nyilas keresztesek 1944-ben egy hónappal náci támogatással megvalósult hatalomátvételük után szervezték meg a zsidók elkülönítését, bekerítését. A gettó felállításáról szóló belügyminiszteri rendelet 1944. november 29-én jelent meg. Itt állunk annál az emléktáblánál, amit a felszabadítás emlékére állítottak még. A szövegből is látszik, hogy a rendszerváltozás előtt megtörtént a tábla felállítása. Felszabadító szovjet hadseregről, vörös hadseregről van szó. Itt a Veselényi utcában, ahol a Dohány utcai zsinagógá oldalánál állunk, tulajdonképpen a gettó egyik kapujánál vagyunk, és arra a területre, amely mögöttem elterül és a Veselényi utcától az Akácfa utcáig húzódik, ezen a területen, illetve a Király utca és a Dohány utca közötti szakaszon nagyjából 75-80 ezer embert zsúfoltak össze november közepétől beköltöztetve, és december elején pedig lezárva a gettót, amely 3 méter magas palánkkal volt körülvéve, aminek a tetején szöges drót is volt. És tulajdonképpen erre a területre, ahol nagyjából 10 000 ember él normális körülmények között, ennek a 7-8-szorosát zsúfolták be. Ugye a körülmények azok rendkívül borzasztóak és elborzasztóak voltak, hiszen a gettó lezárását követően december elején a főváros polgármestere közölte, hogy a város nem tudja élelmezni a gettó lakosait, viszont a gettó lakosai nem jöhettek ki. És ez azt jelentette, hogy a lassú éhhalálra voltak ítélve, de ekkor ugye a semleges államok képviselői és az fiatal cionista ellenállók különböző ötletekkel, trükkökkel élelmiszert hoztak a gettóba, tehát fenn lehetett tartani valamennyire az életet. A falak között körülbelül 6 000 áldozat volt, ami 10%-os pusztulási arány, és az áldozatokat nem volt hova eltemetni, csak azokra a helyekre, ahol volt föld, ahol el lehetett ásni ugye a fagyott talajba őket, és például ide a zsinagóga kertjébe is több száz embert temettek el. ...1942-től folyamatosan volt ennek a térnek szerepe, mégpedig az illegális zsidó ellenálló szervezetek, mert voltak ilyenek Magyarországon is és egész Európában, gyakran itt adtak egymásnak találkozót. És itt adták át az úgynevezett hamisított papírokat, vagy hamis keresztleveleket, amelyek segítettek ugye a túlélőknek. Itt Budapesten nagyon aktív volt, Európa szerte a legaktívabb a cionista ifjúság ellenállása. Próbálták ugye megmenteni azt, akit lehetett. Amikor a pesti gettót ugye létrehozzák, akkor egyrészt majd a vége felé a történetnek december közepétől ide temetik az embereket, hiszen itt szintén egy nagy földterület van, de közben az idebe hajtott embereket, azokat itt osztják el tulajdonképpen a különböző 10 körzetre osztott gettóban, a különböző épületekbe. Mögöttünk látható az a szabadtéri kiállítás, amit a pesti gettó létrehozásának és áldozatainak az emlékére készítettek, és aki úgy gondolja, az itt a Klauzál téren még január 18-ig meglátogathatja. Budapesten Újlipótvárosban 1944. novemberében létrejött egy másik gettó is. A svájci, svéd, spanyol és portugál védelem alatt álló házak együttesét nemzetközileg védett gettónak nevezték, amelyet nem határoltak körül.
Dohány utcai nagy zsinagóga, a Klauzál tér, és itt vagyunk most a Király utca 15-ben. Ugye a gettó fala az egyrészt húzódott a házak belső udvarain, és elválasztotta egymástól a zsidó és nem zsidó lakosokat, és hát ugye elvileg ezen a falon keresztül nem lehetett kommunikálni, nem lehetett átmenni, nem lehetett átadni semmit, de nyilvánvalóan voltak olyan kísérletek, amelyek megpróbálták a mentést. 2010-ben helyreállították egy szakaszát a valamikori budapesti gettó falának, és azóta ez most már ugye 5. éve, ha nem is zarándokhely, de például külföldi turisták nagyon gyakran látogatják. Hol most vagyunk? Ez a Dob utcában látható Karl Lutz emlékmű. A budapesti embermentéshez ugye nagy szerepet játszottak a semleges államok képviselői. A legtöbben Raoul Wallenberg nevét ismerik, Karl Lutz, aki a svájci követségnek az alkonzulja. Kijárja a magyar hatóságoknál, hogy 6000 védlevelet kiadhatnak. Karl Lutz és Raoul Wallenberg mentő tevékenységeinek köszönhetően körülbelül 60000 magyar zsidó menekült meg a vészkorszakban. A Karl Lutz bronz emlékmű Szabó Tamás munkája. Az emléktábla szövege a Talmudot idézi. Aki egy embert megment, az egész világot menti meg.